magyarok már Istent imádjátok, és ő néki nagy hálákat adjatok. Jelös benti szán innét kiklakoztok, egri vitézeknek sok jót mondjatok. Ím egy krónikát mondok, meghalljátok, talán mását soha nem hallottátok. Magyarok végházban sem szolgáltatok, Eger várát, mint mast oltalmaztátok. Az vitézek bíznak az egy Istenben, nem sok népben, ágyukba, sok élésben. Sem az magyar urat segélésében. Isten után köztük nagy egyességben. Sebestyén Deák Kassába, Ferdinándos királynak hív voltába, Egri várnak csuda szerencsájába. Vitézeket írja krónikájába. Részögös hallgassátok erkölcsötöket, Isten ellen részögségben ti vétketöket, mert gyakorta belejtitek ti Istentöket. Alázatos, békességös, egyik részögös, az második csak barázdás és oly versenyös. Imádkozik és bűnén sír harmad részögös. Bénasszonyok, jaj szegények, ők is kullagnak, sötét herre partha kapnak, eltoszogatnak. Az leányok, ha ellopják, igen potyognak. Gondoljátok részegesök ti vétketöket, melyekben megbántottátok ti Istentöket, erkölcsnek, részegségnek vessetek véget. Az kiszörzi neve Sebestyén szomélyságában, Nyír bátorban 1548-ban. Udvar bírák port nem adnak, vannak átkjában.